Érted ezt? Ha érted ezt, akkor halott szavakba, meddő elméletekbe csavarod magad. Nem érted ezt? Ha nem érted, meg se tudsz moccanni. Nem tudsz kapcsolódni. Se a helyzethez, se a többi emberhez. Tetszett ez most? Erre számítottál? Mert dharma beszédre jöttél, és itt bármi megtörténhet. Ha tetszik ez, már is elraboltam a szemedet, a füledet, az agyadat, és én irányítom azt. Ha nem tetszik, és nem erre számítottál, akkor nem tudsz semmi újat tanulni. Magadra záródsz. Hogy lehet ilyenkor tisztán látni? Tisztán tapasztalni? A padló barna, a fal fehér, kint csicseregnek a madarak. 3×3=9. Ha belegondolsz, olyanok vagyunk, mint egy hagyma. De néha lehet, hogy olyanok vagyunk, mint egy túrógombóc. Rétegeink vannak. Van egy külső réteg. Ez az, ami könnyen látható. Aztán vannak alatta további rétegek. Aztán vannak olyan rétegek, amiket egyáltalán nem látunk, és talán van valami magva az egésznek. Valami középpontja. Hát mi ez a külső réteg, amit könnyen látunk? Ilyen a viselkedésünk, ilyen a kisugárzásunk, a tulajdonságaink, hogy kedvesek vagyunk-e, vagy kevésbé kedvesek, nagyon dolgosak, inkább ilyen művész, ilyen szabadok, nyitottak vagy zártak, ez a külső réteg. Aztán alatta, belül van a gondolkodásunk, vannak a számunkra is egyértelmű érzéseink, és ez az a szint, ahol vagy érted azt, hogy mit jelent a három ütés, vagy nem érted. Ez az a szint, ahol tetszhet egy ilyen dharma beszéd, mert tetszik az ilyen régi, koreai stílusú dharma beszéd, hogy ütnek a bottal, meg furcsákat mondanak. Te mondhatod azt is ezen a szinten, hogy á, nem tetszik, mi ez? Nem értem, régi, furcsa, inkább megyek valahova máshova. Tehát ez a értés-nem értés, tetszés-nem tetszés szintje, a gondolkodás szintje. És ezt tudjuk, hogy dualisztikus, ellentét párokon alapszik. Nem tudsz úgy gondolkodni, hogy abban már is ne lenne valami, ami két ellentét egymással. Ha azt mondom, hogy én, akkor az automatikusan feltételezi, hogy te. Ha gondolkodok, akkor én és te, én és ti különbözünk. És mindig. És hogyha csak a gondolkodásomban élek, akkor ez a különbség nem fog meg eltűnni sohasem. És akkor nem fogod igazán mélyen meglátni, hogy mi a három botütés. Akkor megmaradunk mindig ennek a szintjén, hogy akarom, nem akarom. Tetszik, nem tetszik. Szeretnék innen oda jutni. Most szenvedek, szeretnék megvilágosodni. Szeretnék dolgozni azért, hogy jobban legyek, egészségesebb legyek, nagyobb házam legyen, tudjak menni nyaralni, legyen családom, legyenek gyerekeim, legyenek unokáim, legyenek dédunokáim, legyen ilyen munkám, legyen olyan munkám. Na ez a gondolkodásnak, a vágyaknak, a haragnak a szintje. És van lejjebb, van mélyebben.
bennünk réteg. Nem csak ez vagyunk. Ez is, de ha csak itt vagyunk, ez mind csak részigasság. Ez alatt van egy viszonylag erősebb réteg, egy határ a tudatunkban, ebben a túrógombócban vagy hagymában. Ez alá normál esetben nem látunk. Azért, mert ez a külső réteg, és ebben a külső rétegben való élet annyira lefoglalja a tudatunkat, hogy nem látjuk, hogy mi van alatta, ebben a sötétebb rétegben. Itt van minden olyan dolog, amit megtapasztaltunk, de valamiért nem akarunk látni. Nem biztos, hogy tudatosan nem akarunk látni, leginkább nem tudatosan, de ez a réteg, ez mind hat ránk, akkor is, ha nem tudatos. És aztán, ha tovább megyünk, ez alatt is van valami, ami a magva az egésznek, ami nem is tudjuk, hogy mi, de talán tudjuk tapasztalni. És az biztos, hogy anélkül a mag nélkül az összes réteg nem lenne. Úgyhogy a meditációban azt csináljuk, hogy leülünk, végezzük azokat a technikákat, amiket reggel megtanultunk, és egész nap gyakoroltunk, ültünk, énekeltünk, leborultunk. És ezzel az a cél, hogy ezt a külső réteget, hogy a, hogy viselkedsz, milyen, amikor beszélsz, milyen a kisugárzásod, milyenek belül a gondolataid, hogy ezt akarom, azt akarom, ez tetszik, az nem tetszik, ezt kikapcsoljuk. De legalábbis ne tegyünk bele tudatosan energiát. És hogyha ez megtörténik, akkor mi van? Akkor az van, hogy az a keményebb réteg, ami a tudatos és a nem tudatos között van, az elkezd szépen lágyulni. Tehát mindaz a hatás, amit a racionális mindennapi gondolkodás módunkkal elfojtottunk, elkezd szépen felszivárogni. És akkor ez az, hogy ülsz, azt hiszed, hogy most majd nyugodtan fogsz ülni, és mindent tudsz csak nyugodtan nem ülni. Jönnek mindenféle kényszergondolatok, érzések, kavarok benned minden, esetleg a testedben kezdesz el érezni valami fájdalmat, bizsergést, térdfájás, hátfájás, vakarodnod lenne kedved. Mindenféle olyan hatás előjön, ami egyébként nincsen, amikor nem meditálsz. Tehát ez az az élmény, hogy eljöttem végre a Zen templomba, hogy kicsit nyugodtan üljek egy ilyen szép keleti terembe, hát és ez van belül, na biztos csak velem van a baj. Nem, nem csak veled van a baj. Ez teljesen normális, hogy leülsz, és mert hogy mindez akkor nincs, amikor valamire a mindennapi életben ráirányítod a figyelmedet. Akkor van célod, csinálod, és oké. Okay. Csak hogy alapvetően attól még, hogy lefoglalod magad valamivel, meg hogyha éppen nincsen munkád, akkor tévézel, iszol, beszélgetsz a többiekkel, attól még az az alsó réteg ott van és hat rád. Úgyhogy azért ülünk le, és azért szenvedjük végig ezt a sok belső zajt, hogy az szépen lassan oldódjon. És nem az a cél, nem önmagában ez a cél, hogy te az összes tudattalan tartalmadat megéld, és akkor hurrá. A cél az, hogy a magba belemenjél, hogy mindennek az eredetére rátalálj. De közben muszáj lesz szembesülni ezekkel a rétegekkel is. Tehát minden hatást jól figyelj meg és szemlélj a meditáció során. És például a testérzeteknél akkor tudod, hogy ez valami ilyen belső feszültségnek a hatása, ami éppen pszichoszomatikusan megjelenik, hogy amikor leülsz meditálni, akkor fáj a hátad, meg bizsereg, meg stb. Fölállsz, minden elmúlik. Na, abba biztos lehetsz, hogy annak van valamilyen belső feszültség eredete. És ilyenkor mi a feladat?
A meditációban nagyon érdekes, mert egy penge élen kell táncolni, mert egyfelől nem szabad azt csinálni, amit egyébként csinálunk, hogy elfojtjuk, lenyomjuk. De azt se szabad, hogy akkor, na akkor belemegyek és belebonyolódok. Na ezt nehéz. Na ott van, és persze, természetesen meg akarod oldani. De vigyázz, ha meg akarod oldani ezt a problémát, vagy bármilyen problémát, ami följön meditációban, automatikusan fölcsúszol a külső héjba. Ami a gondolkodás volt, hogy akarom, nem akarom, tetszik, nem tetszik. És akkor már is nem meditálsz. Akkor gondolkodsz. Tehát ez egy nagyon komoly belső aszkézist igényel, önmegtartóztatást, hogy jön mindenféle hatás, látom, de nem bonyolódok bele. És hogyha ez megvan, akkor a zen tanítása az, hogy meg tudod tanulni, letenni a dolgokat. Tehát, ha kezembe van a bot, akkor, és zavar, hogy folyton fogom a botot, akkor gondolhatok esetleg arra, hogy elégetem, vagy nem tudom, fölszabdalom, vagy sok mindenre gondolhatnék, hogy hogyan oldjam meg, hogy ne legyen kezembe a bot. Esetleg még arra is gondoltok, hogy hát levágom a kezemet, és akkor nem lesz a kezembe a bot. Ez mind gondolkodás. A legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy ezt most szépen letettem. És hál' Istennek ez lehetséges. A buddhizmusnak van egy nagyon régi tanítása. Minden buddhizmus irányzatban megvan, nem csak a zenben. Ez a buddha tanításának az egyik magva. És ez úgy nevezzük, hogy a mulandóság tana. Hogy rögtön az elején azzal kezdett a buddha, viszonylag az elején, hogy minden mulandó. Semmi sem állandó. És ez egy nagyon érdekes kétoldalú érme. Mert amikor azt hallod, hogy mulandóság, akkor automatikusan elszomorodunk, hogy hát igen, ez is el fog múlni. Most itt eljöttünk zen gyakorlatra, de elmegyünk mindjárt. Elmúlik ez az élet is, elmúlik minden kapcsolódásunk, kapcsolatunk. Oké. De ott a másik oldal. Hogy ezt lehet úgy is mondani, hogy hát minden elmúlik. Mosollyal. Mert a szenvedés is elmúlik. A karmád is mulandó, a tudattalan tartalmaid, feszültségeid is mulandóak. Semmi sincs, ami örökre a szenvedéshez láncolna. És minél hamarabb el tudod engedni a dolgokat, le tudod tenni a dolgokat, mint az előbb én a botot, mert nem kötöd meg a gondolkodással, nem kötöd meg azzal, hogy azt mondod rá, hogy ezt szeretem, azt nem szeretem, az érzelmi polaritással, akkor szabaddá tudsz válni. Akkor megtalálsz egy olyan belső magvat, amiből az igazi derű ered. Hogy mindent, ami éppen van, megélek, átélek, és aztán engedem, hogy menjen. Mint ahogy a szám mondja, most múlik pontosan, engedem, hogy menjen. És ez az, ami középpontba tud minket hozni. Ide a tantien tudatosságába. És ez az, ami hosszú távon ad egy irányvételt is az életünknek. Mert hogy például sokunkkal megtörténik az, hogy gyerekkorunkban ilyen-olyan-amolyan hatások érnek, és sokunkat érnek nagyon rossz hatások. Szülők nem úgy viselkednek, ahogy kellene. Nem elégítik ki ezt vagy azt a szükségletünket. Ez most nagyon hangsúlyos a pszichológiában, hogy a szükségletek nincsenek kielégítve. Mert hogy a mai embernek egyébként mi az alfája és az omegája? A szükséglet és a kielégítettség. Legyek elégedett, legyek kielégített. És ez nem rossz cél, csak van még tovább.
De ettől függetlenül igaza van a modern pszichológiának abban, hogy ha a szükségletek a gyerekkorban nem elégítődnek ki, akkor bizony, mint egy gyurmába mindenféle nyomásokat tudunk tenni, kisgyerek az olyan, mint a gyurma, nem is kell olyan nagyon gonosznak lenni hozzá, hogy elég jó benyomjam azt a gyurmát, és aztán utána megszilárdul ez a gyurma, és ott lesznek rajta a benyomások, és ezek a benyomások elsődleges okként, fő okként ott vannak bennünk. És ez az ok, ahogy az idő telik, jönnek a kapcsolatok, jönnek más emberek, helyzetek, feltételek. Ha ott ez az ok találkozik egy adott feltétellel, mindig ugyanazt az eredményt adja. Tehát például mondjuk egy kislányt az apja nagyon rosszul kezelt, elhanyagolta, esetleg verte, akkor onnantól kezdve, hogy fölnő, jönnek szembe a férfiak, és hát hogy nem, a férfiakkal mindig olyan kapcsolatba bonyolódik, mint amilyen az apjával volt. Misztikus, nem misztikus. Csak keletkezett benne egy olyan ok, ami, hogyha jön a feltétel, egy nagyon hasonló férfi, vagy valahogyan hasonló, mint az apám, pont ugyanaz történik, mint ott régen, mert az az ismerős. És akkor ez az a külső réteg, ami alá be lehet menni. Mert ez is mulandó. Lehet, hogy sok időbe fog telleni, de az elsődleges ok megszüntethető. A zembotot nem kell mindig fogni, le lehet azt tenni. És ahhoz, hogy le tud tenni ezt a zembotot, ahhoz igazán arra van szükség, hogy annak a hagymának sok-sok rétegével, annak a hagymának a közepét tapasztalt. Mert minden addig van, amíg gondolkodással, érzelmekkel és az attitűdökkel megkötöd. De amikor fölfogod ennek az értelmét, és átéled, hogy az ütés pillanatában nincs semmi, amit benned a szenvedés létrehozza, vagy a boldogságot létrehozza, akkor láthatod azt, amit a hatodik pátriárka tanított a Zenben, hogy eredetileg semmi sincs. Hol a por? Ez a maga annak a szabadságnak, aminek az ígérete annyira vonzó a Zenben. Ránézünk a Buddha szoborra, látjuk rajta ezt az ilyen furcsa Mona Lisa-i kis talán mosolyt, vagy talán csak úgy van, de a Buddha szobrok mindig olyan szabadságot, szabadság ígéretét jelentik. Vagy manapság sok helyre elmegyünk, wellness szállodákba, wellness központokba, masszázsszalonokba, biztos, hogy ki van rakva valami Buddha. Hát ez a nagyon felszíne annak, amiről a buddhizmusról gondolnak az emberek, de nem véletlen, hogy oda van rakva ez a Buddha. Mert amikor a Buddhára gondol úgy az átlagember, és legtöbbek, akkor arra gondolnak, hogy hát valami derű, valami szabadság. Tehát ennek ez a magva. Úgyhogy ezért jövünk ide gyakorolni, és remélem, hogy valami kicsi íz ebből a mai nap során a tiétek lett. Hogy kiraktuk, mint a, nem tudom, valamelyik áruházban, élelmiszer áruházban, tudjátok, szoktak lenni ezek a kis kóstolók, akkor el akarnak adni valami terméket, és akkor ki vannak oda a szalámi katonák rakva. És oda mész, és megkóstolod, hogy és aztán mész, vásárolsz. Ez az egynapos Zennek a célja. Hogy gyere, kirakjuk, és akkor megkóstolod, hát igen, ez érdekes. Ha már egy másodpercre megvolt, már jó, már ott van valami. És persze, hogyha ott volt mellé a szenvedés, a mindenféle gondolatok, az is tök jó, rendben van.
innentől kezdve már csak az a kérdés, hogy utonjáróvá válsz-e vagy sem. És nem kell. Mindenkinek a szenvedésének a mértéke, a szenvedés nyomása dönti el, hogy elindulsz-e az úton, vagy úgy érzed, hogy most elég volt ennyi. Mind a kettő nagyon jó. Nézd meg, hogy te most éppen merre mennél. Nézd meg, hogy mire tudod használni azt, amit ma tanultál. És tartsd meg azt, ami hasznos a számodra, tartsd meg azt, amit tapasztalsz, hogy úgy van, és nyugodtan hagyd el azt, amit úgy érzed, hogy most neked nem segített. Lehet sokat beszélni, de végső soron a te tapasztalatod fog számítani. Senki nem tud helyetted felébredni. Viszont, ha felébredsz, az mindenkinek jó lesz. Úgyhogy, ha ebben tudok neked segíteni, akkor most itt van az ideje annak, hogy feltedd a kérdésedet. Kinek van kérdése? Azzal kapcsolatban, amit most mondtál, szeretnék kérdezni valamit, ez, hogy ha meglátod, és akkor tedd le. Uh-huh. Ez olyan egyszerűnek hangzik. Én most itt voltam 3 hetet a templomban, és tényleg minden gyakorlaton itt voltam. Mégis az az érzésem, hogy mind érzelmileg ugyanabba a körbe forogtam egész idő alatt, és nagyon sokszor eszembe jutott, amit hallottam a dharma beszédekbe, hogy nézz rá, és ne tegyél bele energiát. Mégis, mintha állandóan nekem ugrottak ugyanazok a témák, és az az érzésem, hogy nem tudtam igazán letenni. Uh-huh. Tudsz még, hát beszéltél elég sokat róla, de tudsz esetleg még mondani valamit, hogy mi segíthet ebben? Uh-huh. Nagyon jó. Nagyon jó a kérdés. Hosszú távon azt tudom mondani neked, hogy egyszer majd megunod. És akkor leteszed. De ezt a félig vicces választ egy picit kibontva, nagyon fontos, amit mondtál, mert ez az emberi tapasztalat. Tehát, hogy hallod a tanítást, az egy iránymutatás, hogy erre kell menni, erre lesz jó. És akkor ezért fontos az, hogy szangába gyakorolj, kérdezz, küszködj vele, dolgozz, mert akkor kiderül, hogy hát igen, de, és akkor ott a kisbetűs rész, nagyon komolyan meg kell dolgozni azért, hogy végre meglegyen az, hogy leteszem ezt a botot. Végre leteszem, végre nem elfojtom, vagy rágódom rajta. És itt valójában több minden tud segíteni. Lehet olyan is, hogy az segít, hogy abban a felszíni rétegben, ahol a tudatos gondolatok meg érzelmek vannak, meg esetleg alatta közvetlen, ami van, elbeszélgetsz valakivel erről, a problémádról. Ha nem olyan súlyos tanítóval való beszélgetés után lehet olyan is, hogy terapeutával, tehát ez mind oké. Okay. Van, amikor arra van szükség, hogy rendezd azt a felső réteget, ha úgy érzed, hogy nagyon nyom téged. Ha úgy érzed egyébként, hogy amúgy funkcionálsz mellette, meg működik az életed, nagyjából a kapcsolataid, a munkád, stb., akkor lehet a meditáció útját járni, és az hosszú távon szintén segít. Azért azt kell tudni, hogy például a szerzetesek régen, Koreában, egy adott idő után kerülhettek be a meditációs terembe. Itt nyugaton most, hát azt mondom, hogy próbáljuk adaptálni ezt a tant arra a világi közegre, ahogy most itt is gyakorlunk. Van ennek egy kicsit olyan érzete, mint hogyha úgy próbálnál szívműtétet csinálni, hogy közben szalad a beteg, vagy legalábbis sétálgat. Kicsit van benne ilyesmi. Tehát régen nem véletlenül volt az, hogy jöttek a fiatal szerzetesek, vagy bármilyen, nem biztos, hogy valaki feltétlenül fiatalként lépett be, és akkor szépen levágták a haját, elküldték dolgozni.
évekre. Tehát elhagyott minden kapcsolatát, bejött a templomba, és évekig hántolta a rist, ásott, stb. Stb. Pucolta a padlót. Aztán utána volt olyan fázis is, vagy van olyan fázis is, amikor semmire nem mondhat nemet a szerzetes. Van egy ilyen fázis is, amikor egy ilyen igen embernek kell lenni. Tehát mindegy, hogy mit mondanak a felettesek, és mindenki a felettes, mert a tápláléklánc alján vagy, meg kell csinálni. Ha tetszik, ha nem. És ezeknek a lépéseknek nyilván van még sok. Az az értelme, hogy ebben a munkában, ebben az állapotban, amikor magadat a nagyon sokadik helyre sorolod, és csak csinálod, amit kell, egyszerűen lehámlanak rólad azok a traumák, hatások, amik értek téged. És akkor utána, sok év után beülsz meditálni, és akkor az egészen más. Most eljössz 3 hétre, fél évre, hát ott bizony derekasan kell küzdeni. Mert ott van mindaz, amit az eddig életedben 30, 40, 50, 60 év alatt földgyülem lett. Meg akár még előtte is, egyesek szerint előtte is. Tehát ilyenkor türelemre is szükség van. Tehát ez a másik oldala annak, hogy majd egyszer megunod, meg hogy beszélsz róla, hogy folytatod a gyakorlatot türelmesen, és ráneveled magad arra, hogy máshogy viszonyulj a problémáidhoz. Tehát beállítódásodat változtatod meg. És ez sokféleképpen lehet. Lehet olyan gyakorlatokkal csinálni, megnyomni a gyakorlatot az elején, hogy leborulás. Lehet olyannal, hogy sokat mantrázol, énekelsz. De ez sem olyan, hogy 2 hétig, hanem úgy addig, ameddig köll. Sung San Zen mester nyugaton, amikor idejött, akkor sokszor mondta azt a tanítványoknak, hogy jött valaki és mondta neki, hogy mester, zent akarok gyakorolni, sok a problémám. Mi legyen? Azt mondta a mester, hogy igen, akarsz gyakorolni? Jó, gyere. Gyakorolj keményen minden nap, legalább 3 évig. És aztán haladj tovább. Tehát ilyen időtartamok vannak ebben. Hogy rendszeres gyakorlás, kitartó gyakorlás, belső változás. És akkor először lehet, hogy kisebb dolgokat tudsz letenni, aztán bekövetkezhet az is, hogy nagyobb dolgokat is le tudsz tenni. Mert hogy ha nagyon sokáig tudod tapasztalni ezt, amit olyan sokat itt ütünk a padlón, hogy és csak hallod a csicsergő madarakat, ja, akkor megszűnik az a ragaszkodás is, éppen arra a pillanatra, hogy én. Mert végső soron ezzel kötjük a problémákat. Tehát mondjuk például most azt mondanád nekem, hogy jó, hát most sokáig beszélsz, Ádám, ez nekem nem segít, igazából egy hülye vagy, úgyhogy üljél már onnan el, menjél haza, nem akarom hallani, stb. Tudom, hogy nem akarsz ilyet mondani nekem, de tegyük föl. És akkor én ezt akkor venném zokon, hogyha fönn tartanám, hogy én egy jó zen tanító vagyok, aki soha se hibázhat, és mindenkinek szeretnie kell engem, és mi van ennek a mélyén, amiért megsértődök, hogy én ilyen vagyok, olyan vagyok, jó vagyok, stb., és te most megtámadtad ezt az ént, és akkor, most, akkor, lehet, hogy még oda is megyek, és megütlegellek. De hogyha azt mondom, hogy madarak csicseregnek, padló barna, most te azt mondtad nekem, hogy húzzak innen a francba, oké, megyünk a következő kérdésre. Tehát érted, hogy ha nincs ott az én, akkor átmegy az egész. És ugyanúgy egy énségnek, egy beállítódásnak fáj minden, ami ott van belül. Ez most elméletinek hangzik,
De be tud következni ez a felszabadulás, hogy ez csak úgy el tud engedni azt a szűk nézőpontot, és nagyon tágassá válik a világ. Az a probléma, hogy amikor trauma ér minket, vagy problémánk van, vagy bármi, beszűkíti a tudatot. Beszűkülsz arra az egy dologra, és nem látsz mást. És akkor ekkor van az, hogy azt mondja a Zen, hogy a tudatod eredeti természete olyan, mint a tiszta tükör, mint a tiszta tér. Térszerű, 360 fokba körülvesz minket, és bármi belefér. Ha megvan ez a teresség, megvan az, ha tükörszerű mi volt, hogy nem teszel hozzá semmit, nem veszel el belőle semmit. Ha ezt ki tudod magadban művelni, akkor ott lesz ez a probléma is, meg sok minden más is, és belül szabaddá válsz. Ehhez kell a türelem. Ehhez kell a szinte unásig menő gyakorlás. Úgyhogy leginkább azt javaslom, hogy a megoldásnak a kényszerét, vagy a vágyát, vagy azt, hogy most rögtön elmúljon ez a probléma, most először ezt érdemes letenni. És utána csak gyakorolj. Egyszerűen, tisztán, és hold mindig a madárcsicsergést. Ez olyan jó. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Ma a nap elején azt mondtad, hogy zárjuk be a palackot, és engedjük, hogy belül dolgozzanak ezek a feljövő érzések, feszültségek, képek. És most viszont ugye elhangzott, hogy van, amikor beszélni érdemes róla. És ez bennem is egy kérdés, mert hosszú évekig jártam pszichológushoz, ahol nagyon sokat beszéltem problémákról, és most a másik oldalon vagyok, hogy azt érzem, hogy tök fölösleges beszélni róla, inkább ülök, leborulok, tehát hogy egy másik utat gyakorlok. Akkor most melyik a célra vezetőbb? Nagyon jó kérdés. Ez kicsit olyan zenesen is megközelíthető, hogy akkor most a terápia meg a zen gyakorlat azonos vagy különböző. Ha azt mondod azonos hiba, ha azt mondod különböző, az is hiba. Ha azt mondod, hogy az egyik kell, a másik nem kell, vagy fordítva, az is hiba. Lásd tisztán, hogy mikor mire van szükség. És ez most ilyen misztikusan hangzik. Ehhez kell egy pici gyakorlás. Mert a gyakorlás abba az irányba hat, hogyha el tudod engedni ezt a diszkurzív gondolkodást, amit az elején mondtam, ami a külső héj, hogy tetszik, nem tetszik, ezt akarom, azt akarom. Ha ezt el tudod engedni, akkor spontán módon megnyilvánul az, ami benned van, ami mélyről jön. Mondjuk, hogyha egy keresztény lelki gyakorlatot vezető szerzetest kérdeznél, akkor valószínűleg azt mondaná rá, hogy spontán megnyilvánul Isten kegyelme. Azért használok most egy ilyen szót, mert ebben egy picit megnyilvánul az is ebben az Isten központú szemléletben, hogy van valami nagyobb, ami nagyobb, mint az énségünk meg a gondolkodásunk, és ezt érdemes hagyni működni. A zen úgy mondja, nem használja az Isten fogalmat, hanem hogy van a tiszta tudat, a nagy tudat, és meg kell próbálni azt, hogy az előtte lévő rétegek és felhők ne fedjék ezt el. És akkor spontán módon látod, hogy mi a helyes helyzetfelismerés, helyes működés, helyes kapcsolatteremtés. Tehát például, mikor érdemes beszélgetni? Akkor, hogyha úgy érzed, hogy mondjuk, ha elképzelsz egy ilyen tartályt, és a tartályba így elkezd fölszökni a víz. És ha elkezd fölszökni a víz, akkor a végén lehet, hogy kibudjon a tetején. Vagy lehet olyan érzésed, mint hogyha, nem tudom, láttad-e a csillagok háborúját,
és akkor abban van a negyedik rész, az, ami az elsőnek készült el, és akkor ott a halálcsillagon küzd Han Solo, meg Luke Skywalker, meg Leia hercegnő, és akkor van egy olyan pillanat, hogy leesnek a szemét tárolóba, ahol aztán elindul az a összepréselő gép, és majdnem összepréselődnek. Ilyen érzésed is lehet a problémáktól, hogy beleestél egy ilyen szeméttárolóba, és elindul a halálcsillagon az összenyomó gép, és akkor szólni kell R2-D2-nak, hogy állítsd le ezt a nyomó gépet, mert meghalunk. Na hát ez az, amikor lehet, hogy érdemes beszélgetni. Vagy elmenni probléma súlyosságától függően szakemberhez, aki tud vele mit kezdeni. Viszont, hogyha R2-D2 leállította már azt a összenyomó gépet, vagy a tartályban a vizet kellőképpen alul lecsapoltad, hogy már nem folyik túl, akkor úgy relatíve jól vagy, és akkor lehet járni a meditációs utat. És van olyan, hogy a kettőt lehet együtt csinálni, nem vesznek össze. Ahogy mondtad, hogy sokáig jártál terapeutához, beszélgettél, ott meg ott lehet elakadni, hogy folyamatosan csak beszélsz, és nem megy egy szintnél mélyebbre. Mert oké, igen, kiventillálod, vannak felismeréseid is magaddal kapcsolatban, de nem oldja semmi ezt. Hanem ott maradunk, hogy oké, akkor most rávezetett mondjuk a terapeuta arra, hogy merjek a szükségleteimet ugye realizálni, merjem elfogadni, meg merjem jól érezni magam, mert mondjuk addig legátlódott. Oké, akkor merem magam jól érezni. És akkor utána belevetem magam az életbe, megyek bulizni, lefekszek mindenkivel, élem szabadon az életemet, hogy jól érezzem magam. Részeredménynek jó, csak tudjuk, hogy van még tovább, mert ettől még nem szabadultál meg. A tüneteid csökkentek. Az éned lehet, hogy egészségesebb lett. És ez jó, csak a zen azt, és a előtte lévő nem tudom hány ezer év hagyomány azt mondja, hogy oké, de az ént meg is lehet haladni. És valójában ez az ember igazi feladata itt ebben az életben, hogy meghaladd az csak pusztán az énség szintjét. Mert az én az csak egy eszköz. És itt válik el a pszichológia pusztán csak lélektan a spiritualitástól. Elcsépelt fogalom a spiritualitás egy picit, de azt értem alatta, hogy mindaz a dimenzió, ami az énségtől több, vagy nagyobb, vagy ahogy tetszik. És tényleg visszamész, ameddig van írásos följegyzés. Mindig megvolt az a szellemi irányvonal, ami leginkább a muníciója volt minden nagy vallásnak is, hogy meghaladható az énség. És meg is kell haladni, mert akkor nyílsz ki mindenki felé. Tehát itt van valójában a kettőnek az átmenete. És hogyha már kellőképpen jó vagy, akkor azért érdemes ezen az én meghaladáson dolgozni, mert akkor az egy egész más dimenzió. Egy olyan dimenzió, amiből valójában megszülethet az együttérzés, meg megszülethet az igazi szeretet. Mert amíg én azt mondom, hogy hát az én szükségleteim, az én vágyaim, az én, hát már egy párkapcsolatban se lehet így élni. Hogy verem a mellemet, hogy nekem legyen mindig igazam. Tehát, hogy együtt vagyunk itt egy világban, és hát hú, francba együtt kell dolgozni, tetszik vagy nem tetszik. És hogyha meghaladjuk ezt a csak pusztán énközpontú létet, akkor természetesen ránézek a másik emberre, és látom, hogyha rosszul van, hát akkor segítek. Mert hogy arra mutat rá a hagyomány, hogy ez a pont, ez a buddha természet, ez mindenkiben ott van. És ráadásul mindannyian innen jövünk és innen térünk vissza. Tehát ezen a szinten te és én valójában nem különbözünk. És hogyha ez tapasztalati szinten is megvan, az mindent megváltoztat.
Mert hogy alapvetően ott van, hogy még akkor is, hogyha mondjuk szidalmazol engem, vagy egymásnak feszülünk, az valójában a külső réteg. És akkor is megpróbálhatom azt, hogy igen, de együtt érzek veled. Mert miért szidalmazol, vagy fordítva. És ez egy másik sík. Úgyhogy mondod ezt, hogy leborulás, meg most már a sok gyakorlás, és ez miért jó? Hát ezért érdemes. Ha mindenképpen kell valami cél, akkor az, hogy ezáltal emberibb emberré válsz. És könnyebb lesz az élet. Mert hogy nem akarunk háborúzni. Addig akarsz háborúzni, ténylegesen, mint ahogy látjuk a világban, vagy csak így a mindennapok szintjén, mert én azt látom, hogy a mindennapok szintjén, a családok szintjén is folyamatosan megy a háború, folyamatosan ott van a családokban is a Hamász, a nem tudom, oroszok, ukránok, most bárkit mondhatunk, és ott megnyilvánul, hogy öljük egymást, legfeljebb szavakkal. Hát igen ám, de hogyha elengedem azt, hogy csak nekem lehet igazam, meg elengedem a sebzettségemet, és látom azt, hogy közös bennünk valami, ami igazán fontos, akkor nem lövök. És ez nehéz elérni, de ez egy nagyon szép cél. Egy nemes cél. Úgyhogy sokáig, vagy most elkalandozott a válasz ebbe az irányba, de én azt látom, hogy minden eszköz jó, lásd, hogy mikor melyik eszközt használod, és miért. Csak magadért, vagy magadért és minden lényért is. Ha azért jársz terápiába, tök jó, hogy magadnak segíts és mindenkinek. Amíg csak a magad javát akarod, az se rossz, csak abból van még egy lépés. Úgyhogy hajrá, minden lényért. Köszönöm a lehetőséget. Én azt szeretném kérdezni, hogy van-e a Zenben valamilyen tanítás, protokoll, illetve hogy te kaptál-e mondjuk Szunimtól tanítást arra vonatkozólag, vagy amikor belecsöppentél ebbe az egészbe, hogy milyen a jó tanító. Vannak általános elvek arra vonatkozólag, hogy milyen a jó tanító, vagy van-e tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy érdemes tanítani mondjuk olyan embernek, akinél nehezebben megy át a tanítás, bármi, ami segít hát nekem. Miben segíthetek? Ez egy fontos kérdés, amit tegyél föl sokszor azoknak, akiket segíteni szeretnél. És akkor az sosem megy félre. Jó, tehát figyelj arra, akivel találkozol, és senkire ne erőltess rá semmit. Én most ezt így látom, és a Zen valójában kifejezett instrukciókat így, hogy na most akkor tanítóvá csinálunk, és akkor így leszel jó, meg akkor cigánykerekezd meg, stb. Nincsen ilyen. Hanem az van, hogy légy jelen, és lásd tisztán, hajd tisztán, és adott esetben, amikor segítesz, akkor üresedj ki. Erről is szól a gyakorlat, a kiüresedésről, hogy elengedem azt az én központúságot, akár azt, hogy én akarjak jól tanítani, vagy akarjak tanítani, vagy akarjak segíteni. Ezt is úgy van, hogy amikor ott van, akkor csak csinálni kell. És bízni abban, hogy a tiszta tudatból megjelenik valami, ami segíthet annak a másik embernek. Ha igényli. Egyébként, amit mondasz, hogy segíteni olyan embernek, akivel nehéz, vagy aki nem akarja,
Hát az nagyon nehéz, és erőltetni senkire nem lehet semmit. Például ezt, a zent, meg a spirituális utat, ezt leginkább olyanoknak lehet tanítani, vagy olyanokat lehet benne kísérni, én inkább ezt a szót használnám, akik akarják, akiknek van belső motivációja. És még nekik is nehéz, mert ahogy mondtam az előbb, senki nem tud a másik helyet felébredni. Tehát leginkább a tanító olyan, mint egy ilyen kísérő, aki mondjuk egy nehéz hegyi úton lehet, hogy néha alátkarol, hogy most itt át tudjál menni, lehet, hogy néha csak azt mondja, hogy arra menjél, mert ő már mondjuk jártas arra, te meg még nem, de neked kell megcsinálni, és te is, hogyha segítő szerepben vagy, akkor tudd azt, hogy mik a határaid. Tehát, hogy például ne akard görcsösen megváltani, megmenteni a másik embert. Ez egy elképzelés, itt nyugaton kifejezetten tudunk ebbe szenvedni, hogy na, én akkor majd megmentem a többi embert. Kétes értékű tud lenni egy ilyen. És lehet a segítéssel ártani is. Úgyhogy az egyik dolog, amit tudsz tenni, és az első alfája, omegája minden, nem csak a segítésnek, mindennek, hogy gyakorolsz. Gyakorolsz, és a belső minőségeden dolgozol. Mert ez a kezdete és a vége az egésznek. Tehát nagyon gyorsan bármiféle segítésben ki lehet égni, bele lehet fásulni, el lehet torzulni, akkor, hogyha az énségedet nem tudod oldani valamivel, ami több annál. Mert akkor egyszerűen így ráfeszülsz és véged. Ez az első pont, hogy legyen meg a gyakorlatod. És minél több emberrel dolgozol, minél több emberrel beszélgetsz, minél többen kérnek tőled tanácsot, annál többet kell gyakorolni. Sung San Zen mester például nagyon-nagyon sok leborulást megcsinált minden hajnalban. Több ezret, amíg bírta a teste. És állítólag egész nap mondta magában a nagy dáranit. És hát nagyon nagy mester volt, de ebből látszik, hogy az, aki annyi emberrel van tanítói viszonyban, mint ő volt, muszáj ezt a szilárd, nem tudható tapasztalatát megtartani. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. És amikor meg ott van az a másik ember, aki adott esetben segítséget kér tőled, akkor próbálj meg mindenféle ideológiától mentesen jelen lenni abban a kapcsolatban. Tehát, hogy ne vetíts bele semmit. Legalábbis akkor, amikor először találkoztok. Aztán persze lehetnek módszerek, meg gyógyító módszerek, meg bármi, amit használsz, de az csak utána jön. Legyen meg a kapcsolódás és a tiszta látás. És akkor te is olyan példát adsz, ami segít. És van, amikor csak annyit tudsz tenni, hogy te helyesen cselekszel, helyesen viszonyulsz, helyesen beszélsz, és lehet, hogy a másik azt most ott éppen nem érzékeli, és elmegy, de lehet, hogy adtál neki valami olyan tapasztalatot, hogy 2 óra múlva, 3 óra múlva, 4 nap múlva, 10 nap múlva, 10 év múlva, valami eszébe jut, hogy ott valamit kaptam. És akkor azzal is segítettél. Úgyhogy ha megvan ez a mantra benned mindig, hogy miben segíthetek, és a tiszta jelenlét, akkor valójában nem kell módszerekhez ragaszkodni. Mert akkor helyesen tudsz segíteni mindig abban az adott helyzetben. Az egyéni út mellett engem lenyűgöz a kolostor, a szanka, és ennek a története is nagyon érdeklődve figyeltem azt, ahogyan elmesélted, hogyan lett valakiből szerzetes.
és ennek kapcsán eszembe jutott, hogy mindig is meg akartam kérdezni valakitől, aki feltehetően jobban érte ez, hogy tanultuk egyszer, hogy az egyik legnagyobb bűn egy kolostorban, vagy egy szankában az az, hogyha valaki valótlant állít az ő megéléséről, az ő spirituális tapasztalatairól. És azon gondolkodtam, hogy vajon ezt hogyan tudta egy kolostor eldönteni? Hogyan tudta egy kolostorban, hogyan lehetett ezt egyáltalán valóban ellenőrizni? Valaki talán füllentett erről, és akkor utána azt mondta, hogy megtört ez alatt, és azt mondta, hogy bocsánat, bevallom, valójában nem világosodtam. Szóval ez érdekel engem, hogy ez vajon hogy lehetett, hogyha tehát hogyha amit mondtam, az tényleg ilyen, és nem csak így mondták nekem, akkor nagyon érdekelne ennek a története. Engem most az érdekelne nagyon, hogy miért érdekel ez téged? Azért érdekel engem, mert megéltem valamit, amiről nem tudom eldönteni, hogy mi volt. És ha beszélnék róla, akkor lehet, hogy akaratlanul is hazudnék róla. Aha, tehát volt egy megélésed, és nem tudod, hogy az igaz-e vagy sem. És szeretnéd, hogy tudjál róla valamit. Nagyon jó. Azt tudom mondani neked, hogy a zenben azt keressük, ami nem jön, és nem megy. Mert sokféle tapasztalatunk lehet rossz, például amikor úgy érezzük, hogy a pokolba kerültünk, de lehet olyan is, ami olyan, mintha mennyországba, vagy olyan, mintha egy Isten élményünk lenne. Egy csodálatos tapasztalat, ami akkor, amikor van, akkor olyan, hogy éppen mondjuk teljesen ki tudod nyitni az összes csatornát, amivel érzékelsz, kijössz az énközpontúságból, és megérsz egy ilyen nagy kinyílást. Ilyen is lehet. Aztán elmúlik. Pokol is elmúlik, mennyország is elmúlik. És akkor utána ugyanott vagy, hogy na, menni kell dolgozni, ki kell mosni a alsó nemüket, stb. Le kell húzni a WC-t. Nagyon érdekes, hogy csináltak egyszer egy fölmérést, hogy mondjuk megkérdeztek olyan embereket, akiknek volt valamiféle tapasztalatuk, ami a hétköznapitól eltérő, hogy ez milyen hatással volt az életükre. És a többség néhány év után már semmilyen hatásról nem számolt be. Tehát jött és ment. Voltak néhányan, akiket az élmény viszont valamire ösztönözte, például arra, hogy egy útra lépjenek, vagy kitartsanak egy út mellett, és aztán keményen dolgoztak azon, hogy lélektanilag is fejlődjenek, spirituálisan is tisztuljanak, jelen legyenek, és akkor valami lett belőle, mondjuk egy hivatás. Lehet, hogy adott esetben egy szerzetesi élet. De ott is aztán az van, hogy a mindennapok tudatossága. Tehát minden élmény, ami jön és megy, az mulandó. Ezért nagyon jó, ha van, de nem kell fájlalni, ha elmúlt. Mert ha elmúlt, nem az, amit keresünk. És ezért van az, hogy nem igazán szoktunk ezekről itt ilyen, nem tudom, nyíltan beszélni, hogy akkor mindenki tegyen tanúságot, tanúságtétel Isten mellett, hogy én nekem az Isten élményem van, és akkor ez és ez és ez volt, és személyesen megszólított az Úr, hogy mert hogy ragaszkodás szülne egy élményhez, egy olyanhoz, hogy akkor az a spirituális élmény, hogy ülök a medencébe, és meleg a víz. Most csak direkt mondok valamit.
Nem, mi nem mindig ez van. Nagyon-nagyon változékony az, hogy éppen mit tapasztalsz. Az viszont nem, hogy mi az, ami végig-végig ott van. Mert valami végig tapasztalja az összes állapotot, az összes tudatállapotot. És ezt keressük. Mert akkor, ha megvan ez a pont, az az archimédeszi pont, amiből kimozdíthatod az egész világot a helyéről. És ez nem különleges. Az is még egy veszély, hogyha különleges tapasztalatod volt, bele lehet veszni. Olyan is van, hogy valaki teljesen elszáll tőle. Mert hogy utána azt mondod, hogy jó, hát ez nagyon különleges volt, akkor igazából nem mosom ki az alsó neműimet, nem beszélek a többi emberrel, mert lehúznak, mert nekik nem volt Isten élményük. Igazából én már bármit megtehetek, mert én olyan fasz a gyerek vagyok, stb. Stb. Tehát, hogy énséggé lehet tenni még a legcsodálatosabb tapasztalatot is. Ezért tanítjuk mindig azt, és ezért bizonyos szempontból kiábrándító a zen, hogy és lásd most tisztán, hogy aranyszínű a Buddha, barna színű az oltár, barna színű a padló. Te most kérdeztél, én megválaszolok. Ez a legszebb és legjobb tapasztalat. Maradj meg ennél. Szeretném megkérdezni, hogy a zenben van-e valami tanítása a tudatos halállal kapcsolatban, ugye, mint más iskoláknál, a tudatos halál, vagy a póva, vagy az inkarnáció, hogy a zenben hogy kell jól meghalni? Így. Nem mondok semmit. Következő kérdés. Először is áldás van velünk az úton. Ahogy hallgattam a beszédet, a dharma beszédet, eszembe jött egy olyan gondolat, hogy ez is olyan, mint a taoizmusban a tao virágai, ezek a zen virágai. És a kérdésem az lenne, hogy mind a kettő a megfoghatatlanról beszél, és annak az eléréséről és a megértéséről. És fizikai szinten most jelenleg a botot látom és a koppanást látom, hogy ezen kívül, vagy ezen belül közös és eltérő dolgok vannak-e? Most mit látsz? Mit látsz? A botot. Milyen színű a bot? Barna, nagyon jó. Ez most taoista látás volt, vagy zen látás? A kettő együtt, akkor megütlek 30-szor. A kettő együtt. Akkor megütlek 30-szor. Érted, köszönöm. Hogy miért? Még nem. Az jó. Tartsd meg ezt. Ez vagy igazán, amikor nem tudod. Ez a csodálkozó tudat. Na, az kell. Az van minden gondolkodás előtt. És ennek a tapasztalatáért jövünk ide. A tao virágai, a zen virágai, nagyon szép tanítótörténetek, példázatok. Tényleg a taoisták azok nagyon szép dolgokat írtak, Chuang-tzét is lehet olvasni. Nagyon-nagyon, nekem egyébként kifejezetten kedves ez a kínai gondolkodáson. Egyszerűek, egyszerűen szimbolikusak, nem olyan túlburjánzok, mint az indiai, az is jó. De hogy ezeknek a célja mind az, amit a zen egyik
hasonlata úgy mond, hogy a holdra mutató új. Minden tanítás, tanító történet egy új, ami mutatja, hogy na, ott a hold, oda nézzél. És a hold egy szintén egy szimbólum, az a tiszta tudat. A megvilágosodás, a felébredés szimbóluma. És akkor előállhat az a gyakori betegség, hogy azt mondod, hogy de szép új, de jól mutat a holdra, jaj, de jó ez az új, és oda mész, és akkor folyton így nézed, hogy ogen a Tao, vagy egy tanítót folyamatosan ajnározol, hogy na, ő mondja meg az igazat. Nem baj egy ideig, amíg úgy vagy, hogy de jó ez az új. De aztán egyszer csak azt kell csinálni, hogy hoppá, aha, oda mutat. És aztán tovább lépni. Buddhának volt egy hasonlata a saját tanítására. Ugyanezt tanítja vele, hogy a tanításom olyan, mint egy tutaj. A tutaj arra jó, hogy van egy folyó, rászállsz, van valami evező, és átevezel a másik oldalra, mert oda akarsz eljutni. De amikor átjutottál a másik oldalra, akkor nem csinálod azt, hogy fogod a tutajt, a hátadra teszed, és akkor azzal mész tovább, mert felesleges már a tutajt használni. Ott hagyod a parton. Úgyhogy minden tanítás ilyen, mint a tutaj. Használd, olvasd, hallgasd, amíg úgy érzed, hogy hasznodra válik, és amikor megvan a saját tapasztalat, már látod a holdat, nyugodtan hagydott őket a parton. És menj tovább. És lásd azt, hogy a bod barna, halljad az ütést, lásd meg, hogy az a másik ember, aki ott van veled szembe, az mondjuk boldog-e, ha boldog, akkor örülj vele, ha azt látod, hogy szomorú, akkor meg vigasztald meg. Ez a legszebb virág. Hogy amikor meditációban feljön egy gondolat, és feltesszük ugye a mihez kérdést, és jön valami, akkor honnan tudom megkülönböztetni, hogy az a tiszta tudatból jön, vagy pedig az elmém legyárt egy magyarázatot? Ne akard megkülönböztetni, hogy honnan jön. Tök mindegy. Ugye ez, amit mondasz, hogy a tiszta tudatból jön, vagy az elméből jön, ezek mind csak fogalmak. Olyanok, mint a Mikulás, az egyszarvú, a zöldbőrű békaemberek, stb. Ezek is olyanok, hogy valamit, ugye azt mondom, hogy Mikulás, akkor valamire gondolsz. Van rá szó, meg gondolunk is valamit. De valójában nincsen Mikulás. Egyszarvú sincsen. Hát így be tudjuk magunkat csapni, hogy vannak ilyen fogalmaink azokkal, hogy kb. Tudjuk, hogy mit jelölünk, de ettől még nem feltétlenül léteznek ezek. Az elme, a tudat, a tiszta tudat, ezek is mind csak ilyen szavak. Segédfogalmak. Valamit próbálunk vele jelölni, leginkább ilyen belső működéseket. Ugyanez hallhatod a dharma beszédekbe sokszor Szunimtól ezt a nyolcféle tudatosságot a zenben, hogy szemfül, orrnyelv, test, értelem, megkülönböztető tudat, tárháztudat, stb. Ez is egy modell. Valójában valamibe segít, de egyébként egy Mikulás meg egy egyszarvú. Az van, hogy ülsz, és jönnek föl gondolatok. Fölteszed a kérdést, jönnek föl gondolatok. És pontosan ennyi vele a teendő, hogy ne vetíts rá semmit. Mert igazából mindegy, hogy honnan jön, az a fontos, hogy mi látja. És a mihez kérdés erre a látóra kérdez rá. Hogy ez a kíváncsiság meglegyen benned, hogy keresel valamit otthon, nincs meg a kulcs. Ez mondjuk lehet, hogy nem olyan jó példa, mert ott rá tudunk feszülni, hogy nincsen meg a kulcs. De mondjuk az, hogy kimész egy szép rétre,
hú, de szép. És akkor így végignézett, hogy ott is egy virág. És ott is egyre jobban fedezett föl a részleteket, hogy aha, ott van egy kosbor, ott van egy nyuszi. Hogy ez a kíváncsiság megjelenik, valami szépet látsz, és egyre inkább fedezett föl a részleteit. Hogy ennek a frissessége meglegyen a gyakorlatodban. Hogy igen, a 100 milliómodik ülés után is ide jövök be, és leülök. És ugyanúgy, hogy tök mindegy, mennyi ideje csinálod, most kezdted, vagy tudom, leülök, én gyakorlok már évek óta, hát ugyanolyan a mai ülések, ugyanolyan komolyan kellett venni, és ugyanúgy küzdöttem sok mindennel, hogy följön a gondolat, ez van, az van, és ennek nincsen vége, hanem az van, hogy föl tudtad-e mindig izzítani magadban ezt a kíváncsiságot. Erre szolgál a kérdés. És amikor jön ez, hogy igen, most akkor tudni akarom, hogy honnan jön, meg akarom látni, hogy tiszta tudat nem, ezt is csak lásd, hogy most éppen tudni akarom, hogy honnan jön. És maradj akkor ezzel. Ez a másik fontos aspektus, hogy a meditációban legalább ne hazudjunk magunknak. Nem kell annak szépnek lennie, ami ott van. Lehet éppen nagyon gázos is. Csak engedd oda. Tehát, hogy például mondjuk valakivel van egy konfliktusod, és akkor nehéz érzéseid és negatív érzéseid vannak vele kapcsolatban, leülsz meditálni, hát tuti biztos, hogy ezzel fogsz dolgozni. És akkor nyugodtan engedd oda közel magadhoz, hogy most el szeretném náspángolni ezt az embert, vagy nem tudom, megütném az arcát, vagy bármi. Akkor az van, hogy az a realitás, és elfogadom azt. És mindig itt vagyok, tudatosan jelen vagyok, és ez az, hogy látom, és a látás által megszabadulok. Ha ez megvan, akkor egyszerű és tiszta marad a gyakorlatod. Most is, meg 10 év múlva is, meg 20 év múlva is. Szemlélődővé érdemes válni, én ezt tudom mondani. Hogy nem véletlenül mondtam, hogy ez életstílus, hogy időről időre leülünk, és akkor bekapcsolunk ebbe az üzemmódba. Mert tök mindegy, hogy mennyit gyakoroltál már, ugyanúgy, hogyha nem csinálod ezt, akkor le tudsz merülni. Tehát elveszel a felső rétegben, hogy célok, teljesítmények, vágyak, stb., és akkor teljesen befedi a por. És akkor ilyenkor kell bedugni a telefont a töltőbe, és visszalépni ide, hogy jelen vagyok. Emlékszem, hogy anno, amikor a zen iránt érdeklődtem, akkor hallgattam Dúl Antaltól egy előadást, ahol ő volt Hanvas Béla könyveinek a kiadója, egyébként zen gyakorló, és akkor azt mondta, hogy igazán komolyan vehető életet szemlélődő gyakorlat nélkül nem lehet élni. Ez emlékszem, nagyon hatott rám, hogy ebbe lehet valami. Úgyhogy járj tovább ezen az úton. És még azt érdemes megtenni, hogy ne ostorozd magad belül. Csak legyél jelen. Köszönöm. Nagyon egyszerű kérdés lesz, hogy a vezetett meditáció akkor nem igazán jó semmire? Valamire jó. Egy vezetett meditáció lesz. Valaki beszél neked, és azt fogod imaginálni, meg elképzelni, amit mond neked. Hogy menjél egy szép rétre. Érezd meg, hogy most teljesen megnyugszol. Ülj le ott a fűben, és gondold el, hogy a buddhák körülvesznek. És érezd, ahogy oda jönnek, és megsimogatják a fejedet, hogy jól van, cuki vagy, aranyos vagy. És meghallgatsz egy ilyet, lehet, hogy utána fölkezd, úgyhogy jó van, megsimogatta a buddha a fejemet. Megszabadulni nem fogsz tőle, relaxálni lehet, hogy fogsz. Jó, tehát minden ilyen vezetett meditáció, az jó valamire,
arra, hogy relaxáljon, amit éppen a, nem tudom, a meditáció vezető el akar érni veled. Ott figyeljél, hogyha olyanok jönnek, hogy akkor most leültél a réten, és akkor oda jön egy Buddha, és kérdez tőled valamit. Drága, kedves gyakorló, kezd el lediktálni a bankszámla adataidat, CVC kódot, bankkártya kódolt egyebeket, és akkor írd alá itt egy papír, hogy ez és ez. Na, akkor kezdjél el gyanakodni. Jó? Tehát, hogy ez egy ilyen. Úgyhogy itt kettő dolgot különítenék el, hogy vannak olyan technikák, sokféle, aminek nem a megszabadulás a fókusza, hanem sok minden egyéb. A relaxációtól, a gyógyításon át, a bankkártya adatok megkapásáig sok minden cél lehet, és vannak azok az utak, amik a megszabadulást célozzák meg. Tehát nem azt önmagában, hogy te legyél jól, hogy gyógyulj meg, hogy add meg a bankkártya adatokat, hanem hogy érd el belül a szabadságot. Élettől és haláltól, jótól és rossztól, szomorúságtól, boldogságtól. És érkezz meg ide. A zen az egyik ilyen út. Vannak más hagyományok is, amik ezt célozzák meg. Tehát itt lehet választani, de ha megvan benned ez az elkülönítés, hogy na, most itt mi a cél, hova megyek? Megszabadulás és mások segítése, vagy valami egyéb? És akkor saját szabadságod alapján dönts, hogy melyiket szeretnéd használni. És nem akarom leszólni például a relaxációs technikákat, mert tök jó lehet stresszkezelésre az, hogy ilyen-olyan-amolyan relaxációs technikát használsz. Az egy nem rossz cél. De ha zen szeretnél gyakorolni, és megszabadulás irányba mész, akkor kell legyen egy olyan alapgyakorlat, ami minden elé visszamegy. Visszamegy a nem tudható tapasztalatáig. Ugye vannak egyértelmű személyes kapcsolódások, mint a szüleim, a testvérem, nagyszüleim, amik már adottak, tehát ebben az életben nem fognak változni. Hogyha a megszabadulás útján járok, és nem az én rajzolja ki, vagy kezdi el majd kirajzolni a személyes kapcsolódásaimat, akkor bennem van egy ilyen félelem, hogy akkor nem lesznek személyes kapcsolódásaim. Uh-huh. Mert hogy eddig arról van tapasztalatom, hogy a vágyaim, a saját érzéseim, gondolataim alakították akár a párkapcsolataimat, baráti kapcsolataimat, és az van bennem, hogy akkor, ha még többet gyakorlok, akkor nincs más út, mint hogy magányosan, esetleg egy közösségben gyakoroljak, de hogy így nem lesznek személyes kapcsolataim. Uh-huh. Hú, nagyon jó. Az elvesztéstől való félelem, a dolgok letevésének, meg az elhagyásának a félelme, ez egy nagyon természetes dolog, hogy félünk az ürességtől, a kiüresedéstől. Ez már, ahogy így mondom, úgy érzem, hogy előjön belőle ilyen, hogy akkor nem biztos, hogy akarom én ezt a kiüresedést, mert akkor a végén még az lesz, hogy na, akkor nullás gép, haj le, akkor minden reggel leborulás, meg ilyen szerzetesség, és akkor mindig ilyen nagyon izének kell lenni, hogy és akkor hajlongok, meg stb. Ezt értem. A jó hír az, hogy szerencsére nincsen ez így. Tehát nem kell levágnod a hajadat, és nem kell teljesen elmagányosodnod a felébredésért. Ez azt mondanám, hogy az ürességnek egy elképzelése. Leginkább olyan elképzelés, hogy vannak a vágyak, meg az akarat, meg az én, meg a stb., és akkor ezt kinullázom, és ilyen negatív előjellel a hiányát elképzeljük. És akkor ott tátong, és megesz az üresség.
Szerencsére ez nincsen így. Hát a zen az mindig hangsúlyozza, pláne később, amikor már jó ideje gyakorolsz, hogy a hatodik pátriárka tanítását, amit mondtam a legelején, hogy eredetileg semmi sincs, hol a por, még ezt is meg kell haladni. A zen kört idézném neked itt. A zen kör, ezt Szungszán zenmester használta tanításként nagyon sokszor. Egy kört ír le, ami a, azt mondom, az alapmodellje annak, hogy mi történik, amikor meditálsz, amikor az úton jársz. Kiindulunk onnan a nulla fokból, hogy vágyak, gondolatok, ellenszenvek, és ezekkel teljesen azonosulsz. Tehát az, ami van benned, na az úgy a világ. És máshogy nem lehet. Tehát elhiszed, hogy ahogy gondolkodsz a világról, a világ olyan. Ez a sématerápia elmélete nagyon hasonló dolgokat mond, hogy mondjuk van egy kognitív sémád, ami szerint nézed a világot, mondjuk egy csökkent értékűség séma, és az azzal jár, hogy te mindig magadat szarnak gondolod. Hogy te rosszabb vagy, mint mindenki. És akkor mész a világba, és akkor az lesz, hogy mindenki vissza fogja igazolni ezt, mert minden helyzetben vagy olyan embereket keresel, akik úgy bánnak veled, vagy hogyha nem, akkor kiprovokálod belőlük, hogy szarnak mondjanak, vagy úgy bánjanak veled. És akkor azt mondod, hogy hát igen, én egy szar senki vagyok, és a világ ilyen gonosz. Valójában nem a világot ismerted meg, hanem a csökkent értékűségi sémádat. És ebből még sokféle permutáció van. Ez a nulla fok. Utána jön ez, hogy ezt elkezded megkérdőjelezni, hogy biztos? Fú, hát akkor lehet, hogy van valami más is, elkezded zent olvasni, tanításokat hallgatni, stb. És eljutsz a 90 fokig. Ez a 90 fok, az a dharma beszédek és az egyebek szintje, hogy elméleti síkon mondjuk meghallod azt, hogy hát a vágyaidat, a haragodat, az attitűdjeidet, a gondolkodásod hozza létre, de a gondolkodásod valójában üresség, tehát a forma üresség az üresség forma. És akkor ezt így elfogadod. Ez még mindig csak a 90 fok. Utána jön az, hogy elkezdesz gyakorolni. És az előbb, amit mondtál, hogy akkor az üresség az esetleg ilyen ijesztő, vagy akkor nem lesznek kapcsolataim, vagy stb., az is így ilyen 90 fok, hogy na, akkor most ehhez ragaszkodok. Tehát ez még mindig gondolkodás. És akkor utána van az 180 fok, amiről nem lehet beszélni. Az ez. Erről direkt nem mondok semmit, mert ez tényleg az, hogy nincsenek szavak se. És aztán utána úgy érdekesen megy tovább a kör, mert a 270 foknál a szabadság van. Tehát az, hogy sokáig tapasztaltad ezt, hogy akkor letehetsz egy csomó mindent, és egy csomó energia felszabadul. És akkor ez van, hogy bármit megváltoztathatsz magadban. Hogy úgy érzed, hogy bármit le tudsz tenni. És akkor adott esetben meg is tudod csinálni. Ezt a régi zenmesterek ilyen nagyon furcsa mondatokkal írták le, hogy a Kunlun hegy a sártehén tetején lovagol. A nyúl fogain szörnő, meg ilyenek. Ez azt szimbolizálja, hogy minden szabad, mindent megtehetsz. És még így se szabad megállni. Mert ha megállsz ennél, hogy mindent szabad, hát akkor bejövök ide, és mindenkinek az arcába köpök. Vagy nem a WC-ben végzem el a dolgomat, hanem
evés közben a tányéromba, majd felszolgálom nektek. Meg lehetne tenni. Jó lenne? Hát... Szóval, hogy vigyázni kell ezzel, mert ez az, most eltúloztam, de ez a szabadságbetegség. És a gyakorlatnak lehet ilyen része is, hogy energiád is van hozzá, és megcsinálod tényleg. És akkor utána, ilyenkor szoktak az ilyen szerzetesek, akik ebbe a szabadságbetegségbe esnek a tanítójuktól ténylegesen jó sok zembotütést kapni, akkor lejönnek erről, és akkor jön az, hogy visszavérsz oda, ahonnan indultál. 360 fok ugyanaz, mint a nyugatok. Tehát a padló barna, nincs cserek, mint a nyugatok. Látszólag ugyanaz, ahogy felhívtál. Semmi extra, a szomjas vagyok, akkor viszont. Igen, nem. Csak körbe bejártod ezt a nyugatot. Hát az elején mondanám, mint úgy, hogy vágyat, gondolatot, ellenszenvek, és ezt teljesen elviszem. Itt meg már, ugyanúgy minden ott van, hogy először van. És akkor, ott van a felül ugyanúgy. Én látom őket valamit. Tehát, hogyha mondjuk csökkent értékűségi sémáról itt voltak, és azt éreztem minden emberi kapcsolatban, hogy házhoz megyek a lófaszért, és hova is megyek, mert igen, kell, hogy úgy megüssenek, nagyon simán csinálják ezt. Oda mennek, hogy igen, na, újabb párkapcsolat, most már végre biztos nem ez lesz. És telibe oda megyünk, hogy ezt élvezi. Nem élvezi, de élvezi. Nagyon érdekes ez, hogy az élvezet meg a szenvedés az ugyanaz, hogy más előjárul. Mint ahogy az aszkézis is a hedonizmusnak csak egy azt is néha a legjobb élvezet, sajnálatok. Jó, tehát mit? Ez, hogy ragaszkodsz. Na de ha meg kell átudást az igaz, akkor eltűnt a csökkenő képviség. És akkor úgy látod azt az embert, ahogy ő van. És például nem provokálod ki belőle azt a viselkedést, amit korábban az provokálja. Akkor lehet, hogy te munka. Szóval alapesetben ez megteremti annak a lehetőségét, hogy igazán mélyen tudják kapcsolódni. Mint ember és ember, nem séma és séma, meg karma és karma, de pofozzuk egymást, szabunazó, meg ületek. Az mindegy ilyen van. De van az, amikor úgy találkozunk, mint két felnőtt ember. És ez nagyon jó. Kétségtelen, hogy lehet, hogy szűkíteni fogod azoknak a körét, akikkel potenciálisan olyan kapcsolatban lehet, hogy igazán is mélyen elmérsz. Na, de akikkel lesz, az olyan is, hogy akár egy életét ad. És az megérünk. És a többiekkel, akikkel meg mutatod, hogy húha, az is tökre hasznos, mert látod, már messziről látod, hogy a vörös zászlót, a red flaget ott lóbálja. És akkor azt mondod neki, hogy köszönöm szépen, ne haragudj most, nem szeretném veled távon kell ilyen kapcsolatba lépni, és egyébként is akkor megkérdezik, hogy egyébként minden segítenek. Ez is nem azt akarom mondani, hogy akkor na, ott van az elég, akikkel aztán együtt, vagy a többieknek mondjuk, többiek is érző lények, van buddha természetük, tehát segítőleg állunk hozzájuk, viszont meg tudod védeni magad, hogy nem vagy azokkal, akikkel nem szereted, és azokkal vagy. És ez egy egészen más. Hogy viszont nyugodtan találkoznak, hogy majd meg vagy ő, és nem kell elmegállni, sőt, ezért a borosz. Hogy legyenek olyan kapcsolataim, akikkel támogatni egymást az útban. Ezért nagyon fontos, ezt is már felmérésekkel is kimutatták, mindenféle vallás hagyományokat függetlenül többféle vallás erről, hogy kik voltak azok, akik egy utat
bármilyen spirituális utat hosszú életen keresztül tudtak járni, azonnali bocsánat. Akiknek nem volt, akik elszigetelődtek, elég utolod minden is lehet mondani. Úgyhogy ez egy nagyon szép út, és ne féljél tőle. Lehetnek közben persze hullámból vagyok, de ezért dolgunk itt, hogy tudjunk egymással beszélni, van kivel, hogyha milyen nehézséget akar, és akkor megyünk. Tehát helyes helyzetfelismerés, helyes kapcsolódás. Ez mind benne van abban, hogy a zen körbe járna a végén a fogébe. És akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek a kérdéseket. Nagyon jó kérdéseket tettetek föl. Személy szerint már örülök, hogy a Bagdára, mert így kezdődik minden. És utána más az a feladat, hogy az egy napos zen, az utána is egy még egy napos zen, még egy napos zen, még egy napos zen, egy napos zen a vélet. A tízezer nap, a tízezer magakkal nap, valójában egyetlen nap. De nem csak egyetlen nap, egyetlen tudat. Ez most az a tudat.